mai gyakorlaton, a jégörvendési gyakorlaton, ez egy összehangolt gyakorlat, gyakorlatilag a nyíregyházi hivatásos tűzoltók és az irányi önkormányzati tűzoltók közösen vesznek részt ezen a gyakorlaton. Természetesen a civil szervezetekkel együttműködve a kelet-magyarországi speciális mentők irányításával, részvételével történik ez a gyakorlat, és ez azért is fontos, mert tavaly évben a katasztrófavédelem vagy maga Nyíregyháza sem tudta megszervezni az időjárási körülmények miatt ezt a jégrőmentési gyakorlatot. Számszerűsítve nem elenyésző azoknak a baleseteknek a száma, amikor menteni kell, de ha egy ember életét meg tudják menteni a kollégák, akkor már nyertünk ezzel a gyakorlattal. Évekkel ezelőtt volt egy olyan baleset, amikor autóval, járművel mentek rá a befagyott vízfelületre. Ezt a gépjárművet kellett kimenteni a Nagykáló közelében lévő tóból. Ezt a kelet-magyarországi speciális mentőkkel közösen hajtották végre a kollégák. Ebben a szezonban nem volt még ilyen kérdés a baleset? Nem volt még.